A Tolnai Idősek Otthonában koronavírus gyanús betegeket találtak, ismerte el televíziónknak a Szociális Központ igazgatója. Rottenbacher Ádám kamerán kívül elmondta, az érintettek izolációját követően az intézményben mindenkin elvégezték a koronavírus tesztet. Több ott dolgozó, valamint ellátottnak is pozitív lett az eredménye. Őket azonnal kiemelték az intézményből és a megyei kórházba kerültek. Rottenbacher Ádám hozzátette, azért kellett kórházba szállítani az időseket, hogy megakadályozzák a továbbfertőződést. Ennek érdekében teljes körűen fertőtlenítették az intézményt. Ugyanakkor a Szociális Központ két szekszárdi intézményében eddig nem észleltek megbetegedéseket, tette hozzá Rottenbacher Ádám. A vezető azonban nem árulta el, hogy hányan és milyen állapotban vannak jelenleg a fertőzöttek. Az intézmény fenntartójához a Szekszárd és környéke szociális alapszolgáltatási és szakosított ellátási társulás elnökéhez irányított minket. Ő Faragó Zsolt, az Éjjel Szekszárd képviselője, akit megkerestünk. Faragó Zsolttól szerettük volna megtudni, hányan fertőzöttek meg a társuláshoz tartozó intézményekben, hányan vannak közülük kórházban, mennyi tesztet végeztek el, tesztelték-e az otthonok valamennyi lakóját és dolgozóját, azok közül mennyi teszt eredménye lett pozitív. Milyen további intézkedéseket tervez a koronavírus megfékezése érdekében? Faragó Zsolt ugyanakkor válaszra sem méltatta a televízió megkeresését. Szeptembertől egyébként ismételten bezárták a nappali idősek otthonát, valamint határozatlan időre lezárták a bentlakásos idős otthonokat abból a célból, hogy a látogatók véletlenül se hurcolhassák be a vírust.